Köszöntöm a kedves nézőket, az idei év utolsó programajánlóját látják. Új klub indult a városban. A Társasjáték Klub péntekenként 14-től 20 óráig várja az érdeklődőket a Tamási Áron művelődési központban. Alapjátékoktól a stratégiai játékokig. Angol tudás jó, ha van, de nem feltétel. Klubvezető Debreceni Mária és Mark Johnson. További információk a 30-as 867 15 01-es telefonszámon, illetve a mariadolnakukac@gmail.com e-mail címen. A klubfoglalkozás ingyenes, bárki bármennyi időre becsatlakozhat. Mézes Mázos 7. mézes kalácsütő versenyre és kiállításra hívja az érdeklődőket a Tamási Áron művelődési központ. Kiállítás megnyitó és értékelés december 13-án 18 órakor a Hungest Hotel Pelionban. Zsűri: Boronyákné Papa Margit, az Ambrózia mézlovagrend lovagja, bioméhész, Gyevnár Kálmán fazekas keramikus, Töreki Pálné a Borostyán cukrászda vezetője. A kiállítás megtekinthető az ünnepek alatt is. További információk a 30-as 295 96 71-es telefonszámon. December 13-án 17.30-tól 18.30-ig szeretett meditáció a Tamási Áron művelődési központban. A szeretet ereje meditáció segít, hogy ráhangolódhasson a karácsony valódi értékeire. Részvételi díj 2500 forint. A részvételhez bejelentkezés szükséges. Érdeklődni, bejelentkezni a 30-as 249 01 32-es telefonszámon, vagy a szivárványangyalkukac@indomil.hu e-mail címen lehet. A foglalkozást Tóth Szilvia angyalterapeuta tartja. December 14-én pénteken 18 órától Akrodensz karácsonyi gála a Tamási Áron művelődési központban. Igazán látványos produkcióknak lehetnek tanulni a nézők, hiszen a műsorban kicsiktől a nagyokig minden táncos fellép. Az Akrodensz karácsony bemutatkozási lehetőséget biztosít az egyesületben táncoló gyermekek részére, és egy remek alkalmat, hogy családjuk, hozzátartozóik is lássák őket a színpadon. Mónus József a Farkas harcolni a zászlónk becsületéért előadását december 14-én pénteken 17 órától hallgathatják meg az érdeklődők a Tapolcai Városi Moziban. Az előadáson a részvétel ingyenes. Az ünnepek alatt a főtéren állandó programokkal várják az érdeklődőket. Megcsodálhatják a Mindenki karácsonyfáját, valamint a Betlehemet. Állatsimogató várja a kicsiket. A faházakban étel, ital kapható. December 14-én és 21-én vacogó guckó, 15-én és 22-én pedig zenés est forralt borozáshoz. December 16-án vasárnap Mindenki karácsonya a főtéren. 16 órától fellép a Zajongó gyermekzenekar, majd karácsonyi versmondás kicsiknek, díszítsd egy verssel a Mindenki karácsonyfáját. 16.30-kor ünnepi beszédet mond Dobó Zoltán polgármester, ezt követően egyházi szolgálat. Ünnepi fényfestés a főtéren. Szervező Tapolca Kft. Tamási Áron művelődési központ. A Tamási Áron művelődési központban a Lelki Egészségfejlesztési Központ szervezésében gyászcsoport találkozó 3 hetente hétfőnként. Következő találkozó december 17-e hétfő 17 óra. Csoportvezető Szilvágyi Beatrix, bejelentkezés szükséges a 30-as 393 48 30-as telefonszámon. A csoportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola tantestülete és tanulói szeretettel várják az érdeklődőket karácsonyi jótékonysági hangversenyükre. A Tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban december 19-én 17 órától várják az érdeklődőket. Vendégművész lesz Virág András, Liszt Díjas érdemes orgonaművész és Gion Zsuzsanna mezoszoprán énekes. Az összegyűlt adományokat az orgona felújítására ajánlják fel a szervezők. Ünnepi relax december 20-án csütörtökön 18.30-tól a tibeti hangterápia szervezésében a Tamási Áron művelődési központban. Az év utolsó találkozóján az ünnepekre hangolódnak rá egy különleges hangfürdővel. Foglalkozásvezető Ábrahám Bea. Ajánlott, hogy a relaxáció idejére minden érdeklődő hozzon magával polifómot, plédet, párnát, de természetesen ülésre is van lehetőség. További információk a 30-as 303 15 51-es telefonszámon, vagy a tibetihangterapia.hu honlapon, illetve közösségi oldalon. Részvételi díj 1500 forint, törzskártyával 1300 forint. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt karácsonyi hangversenyre.
Helyszíne a Tamási Áron művelődési központ. Időpontja december 20-a, csütörtök 17 óra. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. A Zeneoktatást támogató alapítvány javára adományokat köszönettel elfogadnak. 7. lakótelepi karácsony december 21-én, pénteken 17:30-kor a Dobó István szobornál. Lesz forralbor, forró tea, zsíros kenyér, sütemények, programok, lakótelepi gyermekek műsora, Bacsányi népdalkör előadása, valamint Bozsogi Mellya előadásában karácsonyi dallamok, mézes kalács készítés a közösségi házban, a betlehemi csillag nyomában csillagászati előadás, a rendezvény ingyenes, szervező Dobó lakótelep családjaért egyesület. Edda karácsony, évvégi nagykoncert december 28-án 19:30-tól a Csermák József rendezvénycsarnokban. Jegyek kaphatóak eventim.hu, Tapolcai Városi Mozi, Turinformiloda Tapolca. További információk a 20-as 986 17 98-as telefonszámon. December 30-án vasárnap ismét Delta előszilveszteri buli Tapolcán a Csermák József rendezvénycsarnokban. 21:30-kor kapunyítás, 22-kor DJ Dorian zenél, majd 23:30-kor színpadra lép a Delta zenekar. Zárás hajnali 4 órakor. Jegyek elővételben és a helyszínen kaphatóak. A jegyek ára egységesen 2500 forint, melyek a helyszínen is megválthatóak. Az elővételes jeggyel érkezők kevesebb sorban állással juthatnak be a rendezvényre. További információk a rendezvénycsarnokban vagy a zenekar közösségi oldalán. December 30-án évvégi malackodás a Malomtó partján. 9 órától kolbásztöltő verseny játékos feladatokkal, illetve ingyenes családi fajátékok, kosárhinta gyermekeknek. 9:30-kor 7. kolbásztöltő verseny és 4. ifjúsági kolbásztöltő verseny kezdete. A jó hangulatról Farkas Gergő sajt színművész gondoskodik. 13 órakor eredményhirdetés. Ifjúsági kolbásztöltő versenyt idén is hirdetnek 6 fős csapatoknak. 5 fő 18 év alatti, valamint 1 fő felnőtt részvételével. Csapatok jelentkezését várják a versenyre. A nevezési lapok megtalálhatóak a Csermák József rendezvénycsarnokban és a tapolcacsarnok.hu e-mail címen. Nevezési díj nincs, minden csapat részére 5 kg húst biztosítanak a szervezők. Jelentkezési határidő december 19-e, szerda 16 óra. További információk a Facebook per Tapolcacsarnok közösségi oldalon. December 31-én is várja a város színes szilveszteri programjaira az érdeklődőket. Szalai Gyöngyi emlékfutás és malomtóúszás. A tóparton 9:30-kor Bombatokade együttes óév búcsúztató műsora, 9:45-kor közös zenés bemelegítés Mazsival, 10 órakor Szalai Gyöngyi emlékfutás. Minden futó emléklapot kap. Minden célba érkezőt forralt borral, teával, zsíros kenyérrel kínálnak a szervezők. 10:45-kor Bombatokade együttes óév búcsúztató műsora, 11-kor 9. szilveszteri malomtóúszás. Úszon együtt Deák Bárdos Mihály Európa-bajnok birkózóval és Sirilla Györgyerrel Nemzet Rózmárjával. Minden bátor úszó oklevelet, emléktárgyat kap, és egy felejthetetlen élményben részesül. További információk, jelentkezés az úszásra tapolcacsarnok.hu, valamint az úszáskukac@tapolcakft.hu e-mail címen. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok. Búcsúztassa az óévet és köszöntse a 2019-es újévet Tapolcán. A főtéren 19 órától szilveszteri retro party Sasa DJ-vel, a 80-as, 90-es évek és napjaink legnagyobb slágereivel. Éjfélkor pezsgőbontás és Dobó Zoltán polgármester újévi köszöntője. A rendezvény látogatása ingyenes. A faházak a rendezvény ideje alatt nyitva tartanak. A Tapolcai Ifjúsági Fúvós Zenekar 2019. január 19-én szombaton a hagyományos újévi hangversennyel egybekötve ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Csermák József rendezvénycsarnokban. Színes repertoárral várnak minden zenekedvelőt, részletek hamarosan. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Körúti Színház bemutatja Karinti Frigyes Gellért-hegyi álmok színjáték két részben. Az előadás Tapolcán a Tamási Áron művelődési központban 2019. január 22-én 18 órakor tekinthetik meg az érdeklődők. Fiú Orosz Tamás, lány Placskó Emese, rendezte Galambos Zoltán. Jegyár 1000 forint. Túl minden határon est Tapolcán február 22-én pénteken 18-tól 20 óráig a Tamási Áron művelődési központban. Egy lebilincselő, izgalmas este a föld körül Vuitt Rutkóval.
Az év motivációs előadása rengeteg nevetéssel, még több kalanddal és legyőzhetetlen erővel. Egy este, ami felemel és sokkal erősebbé tesz. Egy este, amit soha nem fog elfelejteni. Jegyek a helyszínen, illetve a közösségi oldal eseményében megjelölt linken kaphatóak. Gasztrohegy rendezvény sorozat ősztől tavaszig. A szervezők megmutatják a gasztronómiai csúcsokat, 9 vendéglátóhely, 7 tematikus gasztrohétvége, és a Badacsony egy olyan arca, amit csak ilyenkor a nyugodtabb évszakokban lehet igazán felfedezni. A vulkanikus borokhoz izgalmas ételeket álmodtak a hegy vendéglátói, és mindenkit arra invitálnak, hogy ismerje meg fogásról fogásra, lépésről lépésre Badacsonyt. Gasztrohegy hétvégék. December 28-29-30, Gasztrohegy 3. Évvégi disznóságok. Kint a deres Badacsony, bent cserépkályha, idő, pihenés. A szervezőkkel gazdagon megünnepelhetik az évvégét, és kinyithatják a kamrákat. Friss és érlelt, füstölt disznóságokat tesznek a tányérokra, mellé olyan borokat kínálnak, hogy kedvet adjon tovább sétálni a következő helyszínre. Január 25-e, 26-a, 27-e, Gasztrohegy 4, Nagyvadakahegyről. Február 22, 23, 24, Gasztrohegy 5, Gasztrofarsang. Március 22, 23, 24, Gasztrohegy 6, Felszáll a füst. Április 12, 13, 14, Gasztrohegy 7, Lávakő. További információk a Badacsony nyitva Facebook oldalon. A Tamási Áron Színház bérlet 2018-2019-es évadjának előadásait az alábbi időpontokban tekinthetik meg az érdeklődők. 2019. január 14-én éles szín, húzatos ház, bohózat. Februárban Körúdi Színház az Üvegcipő, romantikus vígjáték, áprilisban Tamási Áron Színjátszóklub, végül április 29-én Gergely Színház Pasika Pálcban zenés vígjáték. A 2018-2019-es Filharmónia bérlet előadásaira a Tamási Áron Művelődési Központba szeretettel várják az érdeklődőket. 2019. február 14-én 19 órakor Virtuózok Valentinnapi hangversenye. A népszerű magyar televíziós tehetségkutató műsort már senkinek sem kell bemutatni, az új évad kiemelkedő fiatal tehetségei fognak bemutatkozni. Az ifjú zenészek megmutatják, hogy nem véletlen szavazott rájuk a szakma és a közönség. 2019. március 8-án 19 órakor nagy találkozás, László Boldizsár és Szekeres Adrien koncertje. További információk a Művelődési Központban. A Nagy Szenvedély. Kiállítás a dohányzás múltjáról és jelenéről címmel tekinthető meg kiállítás a Tapolca-Diszeli első magyar látványtárban. A valaha kulturált dohányzás szerteágazó, klasszikus tárgykultúrája, képzőművészeti ábrázolások, régi reklámok, plakátok, mai antireklámok és kortárs alkotók reflexiójára témára látványtári előadásban. A kiállítás látogatható 2019. május 31-ig ügyeleti nyitvatartással, illetve előzetes egyeztetéssel 10-től 16 óráig. További információk a látványtár.com honlapon. Tapolca Expo termelői és kézműves vásár 2019. március 15-től 17-ig a Csermák József rendezvénycsarnokban. Az Expo helyi és környékbeli termelők, vállalkozók, iparművészek termékeinek kiállítása. A rendezvény szervezőinek célja alapvetően a város és térségének egyedülálló, minőségi termékeinek bemutatása, széles körű megismertetése. Minden, ami Tapolca. Különleges termékek, gasztronómiai különlegességek, régi elfelejtett tapolcai ételek, családi programok, gyermekprogramok a húsvétvárás jegyében. Az Expo színpadi programok is kísérik, jegyvásárlás a helyszínen. Árusítani már lehet jelentkezni a Turinform irodában. További információk a rendezvénycsarnokban a tapolcacsarnok.hu, valamint a facebook.com/tapolcacsarnok felületeken, illetve a Turinform irodában. Programajánlónkat egy stúdióbeszélgetéssel zárjuk. Mai vendégünk Gion Zsuzsanna mezzoszoprán énekes és Virág András Liszt-díjas érdemes művész, orgonista, akik már nem az első adventi koncertjükre készülnek Tapolcán. A jótékonysági ügyek támogatói most éppen a Nagy Boldogasszony Római Katolikus Templom orgona felújításának gyűjtési akciójába csatlakoztak be. Legközelebb december 19-én a Bárdos Lajos Általános Iskola karácsonyi hangversenyén működnek közre. Üdvözlöm Önöket itt a Tapolcai Városi Televízió stúdiójában, nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mai témánk pedig Tapolcán az adventi időszakban a jótékonysági hangversenyek, amelyeken Önök is közreműködnek. Egyen már túl vagyunk, egy pedig még előttünk áll. Kezdjük akkor egy kis visszaemlékezéssel, hogy sikerült a december 8-ai koncert.
Nagyon jó sikerült, szépen voltak, egy kezdeményezésnek az első állomása ez, amely a Tapolcai Nagyboldogasszony plébánia templom orgonájának felújítására indult. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és én úgy érzem, hogy lelkileg már támogatott a dolog. Tovább göngyölítjük a dolgokat, lesz jövő héten ez a közös koncert a Bárdos iskolával, illetve jövőre Nagybőjtben és húsvéti időszakban is tervezünk hangversenyeket. Milyen darabok hangzottak el most december 8-án? Orgonaművek, hiszen elsősorban orgonakoncertről volt szó, illetve a legszebb templomi áriák az én előadásomban. Akkor térjünk rá arra, ami most előttünk van még, az, hogy a Bárdos Lajos Általános Iskola karácsonyi hangversenyébe fognak bekapcsolódni. Ott mik fognak elhangzani, vagy milyen fajta műsorszámokkal készülnek? A legnépszerűbb karácsonyi dallamok hangzanak el a koncerten, mindenki számára ismerősen fognak majd csengeni. César Frank Panis Angelicusa és a Hark the Herald Angels Sing. Mennyire zsúfolt ez az adventi időszak koncertek, fellépések tekintetében? Nekünk vagy általában? Önöknek. Van elfoglaltságunk bőven, és hál' Istennek azt látom, hogy általában is nagyon sok a hangverseny, akár Budapesten, illetve itt Tapolcán is, most mielőtt jöttünk, néztem a hirdető táblát, itt is van bőven. És ez egy nagyon jó dolog, jó irányba mennek a dolgok, és azt hallottam, hogy itt a Bárdos iskola koncertje az viszont teljesen tele lesz, idézőjelben még a csilláron is fognak lógni. Ez egy nagyon népszerű és hagyományos koncert, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ebbe bekapcsolódhatunk. Nem beszélve arról, hogy az egyik énektanár, Zsuzsinak volt évfolyamtársa Szombathelyen, és én is ismerem Szombathelyen, mert én meg ott tanítok. Úgyhogy ez a kapcsolódás, ez egy házas pár egyébként, akikről beszélünk, ez a kapcsolódás, ez nagyon érdekesen jött össze, nincs véletlen. Tegyük akkor picit vissza ugye a jótékonysági jellegére ennek a dolognak. Honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy ugye az orgonai felújításába önök is bekapcsolódjanak? Igazából a szálak viszonylag messze húzódnak. Háromszor játszottunk és léptünk föl a Pisztránk Fesztiválon. Na most így kerültünk ehhez a hangszerhez közel, és az első pillanatban is nagyon tetszett, vagy alapvetően egy szép nemes hangzása, és az idei hangverseny után vetődött fel, hogy kellene ennek a hangszernek egy alapos rendberakás, egy felújítás idézőjelben, mert ez egy új orgona, 2001-ben épült, tehát nem mondható réginek, viszont az eltelt 18 év alatt tele lett kosszal, porral, elhasználódtak dolgok, tehát nagyon megérné, hogyha ez rendben lenne, mert egyrészt ugye a templomi orgona szolgálja a liturgiát, ez az elsődleges feladata, de egy ilyen szintű hangszer nagyon jól tudja szolgálni a kulturális életet, Tapolca kulturális életét is, és ha ez rendben lesz, már pedig én úgy érzem, hogy ez meg lesz, akkor ezt az oldalt is föl lehet egy kicsit lendíteni, nagyon sokan vannak itt a környéken, tehát ebből egy komoly hagyományt lehet építeni. Elhangzott itt néhány szó már az orgona felújítás kapcsán. Ezt hogy kell elképzelni, egy orgona hangszer felújítását? Ez úgy néz ki, hogy az összes sípot, ami hát nagyon sok száz síp, itt lehet egy kb. 1000-1200 síp, mindet ki kell venni, kitakarítani, kimosni, kifújni, kiporszívózni, utána a szerkezetet szétszedni, azt is teljesen portalanítani. Ez egy úgynevezett mechanikus orgona, amit úgy kell képzelni, hogy lenyom az ember egy billentyűt, és különböző áttételek kapcsán konkrétan megszólaltatja a játékos a sípot. Na most itt nagyon sok kopó, mozgó alkatrész van, ezeket ki kell cserélni, és miután ez megvan, vissza kell építeni a szerkezetet, és vissza kell tenni a sípokat, megintonálni és meghangolni. Ez így gyorsan hangzik, de mondjuk egy ilyen viszonylag kis hangszer esetében is, hát ez egy jó 2 hetes munka, minimum.
egy ilyen akármilyen koncertre, most akkor beszéljünk konkrétan a karácsonyiról, hogyan választják ki a darabokat, amiket előadnak? Van esetleg kedvenc zeneszerző, akit így mindenképpen minden koncerten preferálnak? Mi foglalkozunk koncertrendezéssel is, és az az aszpoétikánk, hogy nem csak a legvájtabb fülű, legelitebb közönségnek kell játszanunk, hanem azoknak is, akik nem annyira képzettek. Tehát ismernek egy pár népszerű alkotást, akkor azokat be kell tenni. Tehát egyrészt ez a vezérgondolat, hogy úgy építsük fel, hogy mindenkinek jó legyen, öröm legyen hallgatni. Ez az egyik része, a másik része pedig a különböző ünnepköröknek behatárolt a zenei, hogy mondjam, kínálata, tehát egy nagybőti darabot nem illik karácsonykor játszani, és fordítva. Tehát az ünnepkör az eleve meghatározza, hogy mit lehet, mit illik játszani, előadni egy templomban vagy koncertteremben. A másik pedig az, hogy a válogatás olyan legyen, hogy a nem nagyon vájtfülű hallgató is, hopp, ezt az Ave Máriát ismerem. Ott a Démol Tokkátát ismerem. Hát ez nagyon jó, mert akkor rácsodálkozhat, ezért eljön, és akkor rácsodálkozhat arra, hogy amit még nem ismert, az is milyen szép. A mai világban mennyire fogékonyak a gyerekek a komoly zenére, vagy önök hogyan, milyen lépéseket tesznek ez ügyben? Mit tudnak tenni, hogy a gyerekeket rávezessék arra, hogy ne csak mondjuk a tömegzenét hallgassák, hanem igenis megismerkessenek a zene egy komolyabb, stílusosabb formájával is? Igazából erről sok más véleményem van, ez tanárfüggő. Tehát elkötelezett ének is tanár és zenetanároknak kell lenni az általános iskolákban és a zeneiskolákban, és akkor tanáron keresztül megszeretik a gyerekek. Mert egyébként tudnának válogatni, de nem tudnak, mert azért kell megtanítani, azért kell rávezetni őket, hogy ez is szép, az is van. Arról nekem egy elég sajátos véleményem van, hogy az a zenéhez mi a köze, vagy mi nincs, szerintem nincs, mert ez a zene, ez a klasszikus zene, de abszolút tanárfüggő. Térjük akkor picit vissza megint ide a jelenbe, Tapolcára. Már beszéltünk róla, hogy nagyon sokszor vendégeskednek itt nálunk, akár most a Zorgona felújítás kapcsán, akár a Pisztánk Fesztiválon. Mi a kötődés ehhez a vidékhez? Hát régóta terveztük, hogy keresünk egy Balatonfelvidéki kis menedéket, úgymond, és 4 éve rátaláltunk egy kis házra Badacsony-Tomajon, és azóta, ha lehet így mondani, akkor még jobban beleszerettünk az egész környezetbe és környékbe, és nagyon-nagyon szeretjük. Akkor ilyen ingázás van a főváros és itt a Balaton. Igen, össze tudjuk egyeztetni a két életformát abszolút. Zárásként picit akkor már elhangzott, hogy lesz még folytatása ennek a jótékonysági akciónak. Pontosakat lehet-e már tudni, hogy nagyjából mikor? Amit mondtam, a nagybőti időszak és a húsvéti időszakban tervezünk még a plébános a Péter atyával koncerteket. Ennek még nincs konkrét időpontja, de ez hamarosan kiderül, és azonnal fogjuk jelezni. Rendben, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és itt voltak velünk. Köszönjük a lehetőséget. Szépen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, programajánlóval legközelebb 2019-ben jelentkezünk. Viszontlátásra!